Ezt egyszer fogom a kérdésére, ezt fogom innomítani. Na, Dániel 12 napra, de ahol csinálták. Az orrott a múlt. És Magyarország az nem jut vissza. Nyilván volt, de ez egy kocsán. Az ötlet tévényes is jó. Úgy gondolom, nagy megtiszteltetés számunkra, nyaratszeredaiak számára az a tény, hogy az idén harmadszor tiszteli meg miniszter kisvárosunkat, ugyanis a Bocskai lakók keretén belül Gorbé László lakásügyi miniszter úr jelenlétében avathattuk fel sportcsarnokunkat. A Szent István Egyetem márciusi nemzetközi kertészeti kiállításán Korodi Attila miniszter úr tett villámlátogatást, míg most Gorbé Károly miniszter úr jelenlétében indíthatjuk hivatalosan el az ingyenes internetes hálózatot. A felavatott és a most avatandó létesítmény közötti hasonlóság annyi, hogy mindkettőt alaposan kipróbálva üzemképesen sikerült és sikerül felavatni, hiszen amíg a hét minden napjára leterhelt sportcsarnokunkban épp az avatáskor folyt a gyermekcsapatok harca a Bocskai kupáért, a most avatás előtt álló mindenki számára ingyenesen hozzáférhető internetes központunk is január elejétől működik, és ma már az 1800. látogatója ülhet a központ 6 számítógépet valamelyik elé. Miniszter úr, nagy tisztelettel köszöntöm Nyarátszeredában, Erdély talán legkisebb városában, mely az elsők között lehetett részese az ön minisztériuma által írt pályázat. Köszönöm szépen a polgármester úrnak, hölgyeim és uraim, valóban számomra az, hogy kis településen, nagy településen avatjunk, nagy öröm, ugyanis akkor, amikor szabadot vágunk el, azt mondjuk, hogy azelőtt egy közösség vezetősége dolgozott, megtett mindent annak érdekében, hogy elváltassuk ezt a falagot, és gyakorlatilag az, hogy polgármesterrel elvágjuk a falagot, a számunkra azon kívül nagy öröm, az egész közösség számára egy hatalmas nagy kihívás, mert van egy olyan jó felszerelt központ, ahol az információt hozzá lehet jutni. Nagyon sok helyen avattunk az elmúlt időszakban. Nagyon sok helyen a közösségnek láttuk a mosót az arcán, mert sikerült aszfaltozni az utat, sikerült internetet bevezetni, sikerült sportcsarnokot építeni. Ezek az infrastruktúra beruházások a magyar településeket nagyon jól tudják önök az elmúlt akár 15 évben nagyon-nagyon halványak voltak, mert sajnos ilyen volt a politika, nem tudtunk ott lenni állandóan, nem tudtunk ilyen mértékben, amilyenben most Bukarestben vagyunk, nem tudtuk ennyire befolyásolni ugye a magyarok a közösségeknek a sorsát. Miniszter úr, polgármester úr és polgármester urak, mind akik itt vagyunk, én először is miniszter úrnak köszönöm meg azt, hogy immár másodszor jön Maros megyébe, és hogy minden alkalommal egy-egy sikeres napot tudunk közösen megélni. Tényleg fantasztikus dolog az, hogy az információ idejében leér a megyék szintjére, és utána a polgármesterek, akik ez egy nagyon erős polgármester csapat Maros megyébe, az RMDSZ polgármesterek csapata, és megtanulták a 4 év alatt a munkát, és reméljük, hogy azok, akik újonnan jönnek, azok is hamar berázódnak és megtanulják ezt a munkát, felhasználják ezt az információt, hisz íme Nyarátszeredában is minden lehetőséget megfog, ami egyszer pályázati lehetőség, pénzt szerezni a városnak, pénzt szerezni a környéknek, itt nagyon jól működő kistérségi társulás van, közösen megbeszélik a gondjaikat, és ha egyiktől megtudják, vagy a másiktól, hogy milyen lehetőségek vannak, gyorsan lépnek. Gratulálok maguknak, hisz ez a maguk munkája elsősorban. Köszönöm szépen! Köszönöm a miniszter urat és az elnök asszonyt, hogy segítsenek elvárni a tényleg kicsinál rólam egy tulipános fényképet, hogy a kampányomban legyen tulipános fényképen. Gyere mellém tulipánossal, és gyere ide! Gyere, 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 gyere,
miniszter úr, hogy Maros megyébe jön, egy fogadjuk szeretettel egy Bernardi gyűjteményt, ez a Kultúrpalota galériájának a gyűjteménye, és akkor így filmezzük, hogy miniszter úr átjönte. A gyerekek türelmetlenül várták, hogy fejlesen. Mindennek megvan a helye. De ha ilyen rendetlen van, ugye ide a felkismert. Jöhetnek ide is. Köszönöm szépen.